Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hollik István éppen és egészségesen, üdvözöljük, és öröm számunkra, hogy újból élőben itt látjuk. Jó reggelt kívánok! Hollik István a Fidesz országgyűlési képviselője és a Fidesz párt kommunikációs vezetője, igazgatója. Kvóta más néven nevezze, ugyanaz a kvóta marad, írja a Magyar Nemzet mai címoldalán. Orbán Viktor Brüsszelben találkozott kollégáival és a bizottság elnöknőjével. Mit tudunk erről? Nagyjából az, amit az újságok is írtak, tehát a V4-ek egyeztettek. Ugye a V4-eket éppen ezt a V4-es együttműködést a migráció kérdésköre erősítette meg. Azóta hála Istennek még tovább erősödött ez a szövetség, de éppen ezért a migráció tekintetében az álláspont az teljesen világos és egyértelmű. Nem csak Magyarország álláspontja egyértelmű, a V4-ek álláspontja is, tehát abszolút osztja a mi álláspontunkat Lengyelország, Szlovákia és Csehország is. És hát ez az álláspont most már nyilvánvaló a bizottság elnök asszonyának, von der Leyen asszonynak is, hiszen a tárgyaláson ezt nyilvánvalóvá tettük, hogy mi semmilyen kvótát hívják, bárhogy hívják relokációnak, azt nem tudunk elfogadni. Ezt a bizottság elnök asszonyának tudomásul kell venni. De egyre többen magából a klubból is, a 27-ek klubjából, az Európai Unióból is azt mondják, hogy addig, amíg a kérelmet beadják, azt adják még Európán kívülbe, és majd akkor kezdjenek idejönni, hogyha ezt valaki elfogadta. A legélesebb kérdés az ugye éppen ez. Hát tehát magyarul kérjenek egy letelepedési vízumot, vagy egy menekült vízumot, és ha azt jóvá adják, akkor majd. Igen, de itt ez a kulcskérdés, hogy ezt a kérelmet hol lehet beadni. Ugye az Európai Unió azt mondja, hogy hát jöjjenek be, adják itt be a kérelmet, és akkor majd azt itt elbírálják. És de hát én nem mehetek el, mondjuk valamikor régen Amerikába kellett a magyaroknak vízum, akkor nem lehetett elmenni és a JFK-n ott kérni egy vízumot, és addig ott ülni és várni, hanem előtte megkapta, mehet, nem kapta, asztala vista. Én is azt gondolom, hogy a józanész szabályai szerint ezt az elvet kéne követni. Magyarország ezt is állítja. Ugye azt a tranzitzónát, amit egyébként ugye az Európai Unió most megszüntetett, annak éppen ez volt a logikája. Tehát a tranzitzóna az még Magyarország területén kívül helyezkedett el, oda mehetett mindenki. Egyébként az ott menedékkérelmet benyújtóknak a 98% esetében a magyar állam visszautasította a menekült kérelmet, tehát nem fogadta el. De ettől függetlenül Magyarország területére nem lépett be, nem tudott belépni a menedékkérő. Na most az Európai Unióval ez a vita áll fenn, mert hát lehet, hogy másképp nevezik, de hogyha már beengedjük a menekülteket, a bevándorlókat, és itt kellene elbírálni a kérelmét, akkor már Európában, és jól látjuk, számtalan magyar példa is volt rá, hogy amikor még nem volt kész a kerítés, és be tudtak jutni bevándorlók Magyarország területére, akkor azok, akik egyébként Magyarországot később beperelték, nem voltak fellelhetőek. Tehát bejöttek Európába, elmentek, és a hatóságok azt se tudták, hogy hol vannak, de ezt szeretnénk megelőzni, éppen ezért mondjuk, hogy ez nem. Következő vendégünk Bakondi György lesz a miniszterelnök főtanácsadója, úgyhogy ezt a témát akkor hagyjuk, és vele a részleteket megbeszéljük. Ám én egy ilyen szép lelkű vagyok, ez egy fordítás a héberből, és én úgy érzem, hogy ezeknek az embereknek az életét meg lehetne könnyíteni azzal, hogy ne kelljen nekik ilyen mindenféle zónákba sétálni, hogy ott, ahol élnek, ott menjenek el egy követségre, menjenek be, adjanak le egy kérvényt, aztán, hogyha vannak ilyen NGO-k, akik segíteni akarják őket, amikor megvan a vízuk, vegyenek nekik egy repülőjét, és kényelmesen menjenek oda, mint nem egy magyar elmegy Kanadába, és ott kér letelepedés. Tehát próbáljuk ezt, ha már Európáról beszélünk, európai körülmények közé szorítani. Az NGO-knak sem fog többe kerülni, és az emberek emberi körülmények között fognak, és nem tesz,
nem lesznek kitéve embercsempészeknek és különböző haláleseteknek. Nem jobban megoldás? De teljesen világos, hogy ez lenne. Vagy persze van egy másik megoldás is, hogy az Európai Unió dobjon össze segélyt, és küldje el ott, és ott tegye az emberek életét, ahol vannak történelmileg, és tegye őket élhetővé. Ugye Magyarország már évek óta ezt teszi a Hungary Helps programnak, éppen ez a lényege, hogy ne a bajt hozzuk ugye ide, hanem a segítséget vigyük oda, ahol a baj van. Azt látjuk, hogy sajnos bár az európai vezetésben, hála Istennek, a magunk mögött hagytuk a Jean-Claude Juncker-i időket, ami egyértelműen támogatólag lépett fel. Volt ott egy külügyi biztos, akit nagyon nem szerettem, de most igen, még rosszabb. Arra emlékszem. De a lényeg az, hogy tehát ők támogatták a bevándorlást. Talán az Európai Bizottság mostani vezetése már egy lépéssel, egy szinttel visszafogottabb, de a lényeg az, hogy még mindig az a helyzet, hogy Brüsszel menedzselni akarja a migrációt, ahelyett, hogy megállítaná ezt. Egyértelmű, ahogy ön is mondja, egyértelmű üzenetet küldene azoknak az embereknek, akik elindulnak Európa, vagy el akarnak indulni Európa felé, hogy ezt ne tegyétek, mert ide nem fogtok tudni bejutni, csak szabályozott keretek között. Na ez nincs meg, hanem mindenfajta ilyen kerülőutak és nem egyértelmű bonyolult szabályok vannak, aminek a vége mégiscsak az akarna lenni, hogy ez a bevándorló az mégiscsak Európa területére jusson, na mi erre mondjuk azt, hogy ez nem fog menni. Nagyon sok európai országnak a vezetőjét a lakosság úgy ítéli meg, ahhoz képest ítéli meg, hogy a koronavírus első etapjában hogy volt ura, hogy tudta kezelni ezt a kormányával. És az Európai Bizottság felszólította most az uniós tagállamokat, tehát mintha náluk az első etap most kezdődne. Az Európai Unió összefogása és a vírus kezelése alapján vajon milyen bizonyítványt adna ön nekik? Hát a helyzet az, hogy... Mert a káoszra nehéz jegyet adni. Hát pontosabban ugye a semmire nehéz jegyet adni. Én ugorjasabb voltam. Ön a politikus, ön azt mond, amit akar, egy műsorvezetőn le lehet verni. Amikor mi dolgozatot írtunk, és valaki üresen adta be azt a dolgozatot, akkor mondjuk egyértelmű, hogy milyen érdemjegyet kapott érte. De hát az a helyzet, az első hullámban az Európai Unió az elaludt, az ég egyet a világon semmit nem segített. Körülbelül 2-3 hónap, tehát mert tulajdonképpen szinte vége tért az első hullám, akkor ébredtek fel, és mondták, hogy hát akkor majd lélegeztetőgépek ügyében segíteni fog esetleg az Európai Unió központi beszerzésekkel, és tulajdonképpen meg az se érkezett meg az első hullám végéig. Tehát azt lehet mondani, hogy az Európai Uniótól semmilyen segítséget nem kaptunk az első hullámban. Ebben, hála Istennek, azért némi változás van, azért ezt ismerjük el, hiszen a vakcina tekintetében az Európai Bizottság azért tárgyalt a nagy gyártókkal, akiknél ugye már folynak a tesztelések, és remélhetőleg minél hamarabb elkészülhet. Sehol, ha jól tudom, akkor mi 5 milliót le is foglaltunk. Így van, tehát ott egy nagyon nagy mennyiséget lefoglalt az Európai Bizottság. Ezért egyébként a tagállamoknak fizetni is kell, tehát éppen ezért jogaink is vannak. Ez nem ajándék. Ez nem ajándék, de legalább ez már megtörtént, tehát itt végre nem lohol az Európai Bizottság az események után, hanem időben egyébként rájött és felfogta, hogy itt ebben neki is feladata van, és itt lépett. Tehát ez már előre lépés, hogy legalább valamit tett az ügyben. Ön általában nem túl sokat foglalkozik külpolitikával, főleg nem Amerika és Kína esetében, de van valami magyarázat arra, hogy az amerikai elnök miért haragszik annyira a nemzetközi egészségügyi, a WHO-ra és kínai kapcsolatokra? Én azt látom, hogy a nemzetközi szervezetek azok már évek óta nagy válságban vannak, hiszen évről évre egyre inkább mindenkinek szemet szúr, hogy ezek a nemzetközi szervezetek, hogy óvatosan fogalmazok, diszfunkcionálisan működnek. Ha egyébként például megnézzük... WHO-nak egy magyar alelnöke van. Megnézzük például a ENSZ helyzetét. Hát ő is azon keretében. Így van, de hogy például az ENSZ-nél a segélyezési programokat, hát ott azt látjuk, hogy az államok, akik segélyt oda be akarnak fizetni, és az ENSZ-en keresztül akarják eljuttatni
egy célországba. Nem mindig érkezik meg a célzott személyhez. Hát, vagy ha meg is érkezik, akkor mondjuk akkora nagyobb bürokrácia, ami persze nagyon jól meg van fizetve, hogy az összegnek csak egy töredék része jut oda. Hát éppen ezért mondta azt Magyarország, hogy mi viszont direkt módon, tehát inkább oda megyünk, ahol a baj van, megkérdezzük, hogy miben segíthetünk. Általában egyébként ugye ezeknél az országoknál kormányok alig működnek, tehát a mi partnereink leginkább egyébként az egyházi szervezetek, akik egyébként iskolákat, kórházakat üzemeltetnek, és megkérdezik, hogy mi miben tudunk segíteni. No, ez a működési modell lényegesen hatékonyabb, mint az ENSZ-nek az óriási nagy bürokráciája. Tehát a helyzet az, hogy ezek a nemzetközi szervezetek válságban vannak, és hát én azért azt láttam az elmúlt 4 évben, hogy az amerikai elnök arról volt híres, hogy kimondja azt, amit gondol, és a nemzetközi szervezetek tekintetében is éles kritikával illeti. Hát ennek élő példáját láttuk most, amikor azt mondta, hogy semmi értelme annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok adófizetői pénzéből a palesztin nemzeti hatóságot milliárdokkal támogassák, ugyanakkor a palesztin nemzeti hatóságok nem ismerik el Amerikát, és kígyót békát kiabálnak rájuk. Úgyhogy azt mondta, hogy hát ha nem, akkor nem kötelező a disznótor. Így van, de hát ettől függetlenül nyilván a világpolitika változik, az erőközpontok is teljesen máshova tevődtek át. Éltünk egy ilyen dualisztikus világban, a hidegháborúban. Talán most is, ami egyébként rossz hír az Európai Unió számára, most is egy ilyen kétpólusú világban élünk, csak az egyik pólus az már nem Moszkvában van, hanem Pekingben. És hogyha két pólus van... Ezt még nem vették észre. Ez lehet, de ettől függetlenül ez igaz. De az amerikai elnök észrevette, és nem véletlen, hogy egyre erősebbek és intenzívebbek a Peking és Washington közötti feszült helyzetek. Az Európai Uniónak azért rossz hír ez, mert azt látjuk, hogy, és sajnos az Európai Unió szerintem szintén ezt még nem vette észre, hogy mi már nem egy harmadik világerő vagyunk, világhatalom vagyunk, hanem mi egy középhatalom vagyunk, amely egykor nagy volt, egykor irányította a világot, de ma ez már nincs így, és folyamatosan veszítünk. Gazdasági értelemben biztosan az egyértelmű, folyamatosan veszítünk a súlyunkból. Innét folytatjuk legközelebbi találkozásunkon. Vigyázzon magára és a családra, nagyon kellemes hétvégét. Viszont kívánom. Kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában Hollik István, a Fidesz országgyűlési képviselő és kommunikációs vezetője volt stúdiónk vendége. Következik az előzetesek után Bakondi György, a miniszterelnök biztonsági főtanácsadója. Tartsanak velünk!